2003-ban lépett a sikerútjára a Pécsi férfi kosárlabda csapat, amikor Fodor Péter lett a vezetőedző. Az első szezon végén simán benn maradt a gárda az élvonalban, utána pedig 5 éven keresztül minden esztendőben a felsőházi rájátszás tagja volt. A korszak meghatározó alakja a 2004-ben a csapathoz igazoló Stojan Ivkovics, aki két évet játékosként, hármat pedig szakmai igazgatóként töltött a klubnál, és akinek irányításával előbb a város legnagyobb sikereit, azaz a bajnoki és kupa bronzot megismételte, majd felül is múlta azt a csapat bajnoki ezüst és kupa aranyéremmel. 2009-ben a bajnoki döntőt követően Ivkovics és a csapat meghatározó játékosai Kecskemétre, illetve Szolnokra igazoltak. A jelentős átalakuláson átesett együttes, megnyerte ugyan a szuperkupát, a bajnokságban azonban nem jutott a legjobb nyolc közé. Egymás utáni három évben egyaránt szezon közben történt edzőcsere. Kmézics Zorán, Ivica Mavrenski, Srečko Szekulovics és Csirke Ferenc a névsor, ám legutóbbi személyében hosszú távú megoldásra talált a csapat. 2011. decembere és 2019. decembere között ugyanis változatlan volt a vezetőedző személye. A PVSK Pannon Power 2011 óta újra minden évben a legjobb nyolc között szerepelt, de a bajnokságban minden alkalommal kiesett a negyed döntőben. A Magyar Kupában 2013-ban és 2016-ban elődöntőbe jutott, mindkét alkalommal a negyedik helyen végzett a csapat. 2019-ben a PVSK centenáriumi évében a Gárda bronzérmet szerzett a bajnokságban, és ezzel kivívta a jogot, hogy ősszel a FIBA Európa Kupában induljon, melyet egy győzelemmel és öt vereséggel zárt. Az őszi bajnoki szezonban hat forduló alatt hat győzelmet szerzett a csapat, ám utána Zsinorban hét vereség következett. A Gárda lemaradta a magyar kupa indulásról, és 2019 decemberében Csirke Ferenc vezetőedzői helyére Dragan Alexics került. A szezon a 21. forduló után félbeszakadt a Covid járvány miatt. A PVSK ekkor az ötödik helyen állt. A következő évben a járvány miatt végig zárt kapuk mögött rendezett mérkőzéseken 11 év után először nem jutott a csapat a rájátszásba, és végül 11. lett. 2021. decemberében a klub elköszönt Alexics-től, helyét az addigi másodedző Andrea Csirics vette át, akinek vezérletével 8 győzelemmel és 18 vereséggel zárta az alapszakaszta Pécs, így ismét nem jutott a legjobb 8 közé. 2022. áprilisában újabb edzőváltáson esett át a csapat, bízva abban, hogy elkerülhetik a kiesést, de nem így történt. A PVSK mind a hat középszakaszbeli mérkőzését elveszítette, ezzel pedig az utolsó helyről vágott neki a playout küzdelmeinek. Érdekesség, hogy egy másik igen sok sikeres évet maga mögött tudó együttes az atomerőműese ellen harcoltak a bennmaradásért. Habár még harmadik meccsre tudták menteni a párharcot, a mindent eldöntő találkozót elveszítették. Így aztán közel 20 év után búcsúzik az MB1 A csoporttól a PVSK Veolia felnőtt férfi kosárlabda csapata.